Sundance Táncsport Egyesület latin tánc előadásával kezdődött Bátaszéken az Iparos Bál. A bajai székhelyű egyesület először lépett fel Bátaszéken. Latin és standard versenytáncosok a gyerekek, illetve vannak felnőtt csoportjaink is, most kifejezetten a fiatalokkal fogunk jönni, három párral fogunk táncolni, a többiek majd később csatlakoznak az este folyamán a többi fellépéshez, de most úgy gondoltuk, hogy tényleg elhozunk egy olyan bandát, akik egyébként versenyekre is járnak, lesznek show elemek a koreográfiákban, és latin táncokat táncolunk most, tehát nem lesznek keringők, azt majd csinálják a résztvevők. A Bátaszéki Vállalkozók Ipartestülete idén 18. alkalommal szervezte meg a bált, amin közel 200-an vettek részt. A nagy érdeklődésre való tekintettel jövőre új, nagyobb helyszínen kerül megszervezésre a bál. Bátaszék mellett Bonyhádon is báloztak a hétvégén, hiszen a vízkereszt utáni hetek a mulatság jegyében telnek. A farsang és ezzel együtt a báli szezon is vízkeresztől hanvazó szerdáig tart. Bonyhádon idén 42. alkalommal szerveztek székely bált, ahol a felszállott a páva döntőjéig jutó erdélyi Bekecs néptánc együttes adott ünnepi műsort. Potárpi Árpád János, a miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára köszöntő beszédében arra tért ki, hogy idén a nemzeti összetartozás évéről döntött a Magyarország gyűlés és az erős magyar közösségek éve 2020. Ez lehetőséget ad megemlékezni a 100 évvel ezelőtt történt eseményekről. Reméljük azt, hogy a vesztes évszázad után, a 20. század után a 21. század a magyarság számára egy nyertes évszázad lesz, úgyhogy közösen azért dolgozunk, hogy a magyar közösségek mindenütt megerősödjenek, nem csak Magyarországon, Kárpát-medencében, hanem a diaszporában is, bárhol, ahol magyarok élnek. A hagyományosan február első hétvégén szervezett székely bálon közel 400-an vettek részt idén a helyi Vörösmarty Mihály Művelődési Központban.